Koszorúzásnál közreműködött a Kovács Mihály Huszár Bandérium és a Nagykun Honvéd Banda. Karcagváros önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, Sári Kovács Szilvia alpolgármester és Rózsa Sándor jegyző, a Kunszövetség képviseletében F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, az egyesület elnöke és Pánti Ildikó képviselő. A hagyományokhoz híven itt a Kovács Mihály Általános Iskolai Tanintézményben hosszú évek óta ünnepeljük Kovács Mihályt, a Kovács Mihály Napok rendezvény sorozattal. 1992-ben vette föl az iskola Kovács Mihály nevét, és ettől az évtől kezdődően ilyenkor május elején, május közepén egy többnapos rendezvény sorozat veszi kezdetét. A mai napon már koszorúzásra került sor a Kovács kapunál, és most az elkövetkezendő percekben pedig itt az iskolában kerül sor a megemlékezésre. Most eltérően a lovak sajnos nem tudtak kijönni az istállókból, de a huszárok mint mindig képviselik magukat ezen a rendezvényen, és öltözésükkel, megjelenésükkel emelik a rendezvénynek a színvonalát. Kísérő programja is van a rendezvénynek. Tegnapi napon váltófutó versenyre került volna sor, ami szintén sajnos az időjárás miatt elmaradt, de ez júniusban majd egy gyönyörű szép napon megrendezésre kerül, de itt az iskola aulájában meg lehet tekinteni az ökotárgy készítő pályázatnak az alkotásait. Igen, változatos, színes és szép alkotások születtek. A holnapi napon sor kerül egy versmondó versenyre, amely szintén Kovács Mihályhoz kapcsolódik. Haza szeretetről fognak a gyerekek különböző verseket előadni. A Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület nevében dr. Pintér Zoltán Árpád és Plusz Csilla Margit, a KIAMI intézmény vezetője, a Karcagi Tankerületi Központ nevében Sági István igazgató, Török Csilla, a KIAMI intézmény vezető helyettese, az iskola nevében Karas Elvira tagintézmény vezető, Plusz Csilla Margit és Török Csilla koszorúztak, a Karcagi Kátai Gábor Kórház képviseletében Nagyné László Erzsébet főigazgató és Horvátné Vas Erzsébet ápolási igazgató, a Karcagi Arany János Általános Iskola nevében Szentesiné Nánási Tünde igazgató és Kovács Tímea helyettes, a Kovácsos Gyermekekért Egyesület képviseletében Lukács Csaba Zoltánné és Vargánné Törőcsik Ágnes Zsuzsanna pedagógus, a Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület nevében Rab János nyugalmazott őrnagy helyezte el az emlékezés virágait.